Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Nyelvtanulás nyáron, német és angol kurzusok Bajtán. Nyári élménytábor, színes programokkal készültek a Völgységi Múzeumban. Társasjáték Vár Egyesület, közös hobbi és szenvedély. Idén nyáron is sok szeretettel várták azokat a gyerekeket Vajtán, akik a nyári szünetben is szerettek volna idegen nyelvet tanulni. A Nyitott Világ Alapítvány idén 50 diáknak biztosított angol és német oktatást. A Nyitott Világ Alapítvány már több mint 2 évtizedet tart nyári tábort azoknak a gyerekeknek, akik a szünetben is szeretnék szinten tartani, vagy fejleszteni a német vagy angol nyelvi készségeiket. Az idén 24. alkalommal szerveztük meg ezt a nyelvtábort. 24 év óta minden áldott nyáron csináljuk, szinte hihetetlen. 18 éven keresztül Domboriban voltunk, és ez most már a 6. év, hogy itt vagyunk a Zicsi kastélyban, Vajtán, gyönyörű helyszín. Az idén, ugye mi itt béreljük a helyet, az idén 50 helyet kaptunk, nem többet, mert sokan foglalkoznak itt táborokkal, ez egy konferencia központ tulajdonképpen, tehát ennyien vagyunk, és 6 csoportban dolgozunk. Hát azt gondolom, hogy a gyerekeknek kell egy olyan fajta közeg, és kellenek anyanyelvűek, ez itt egészen fontos, ahol olyan dolgokat tudnak gyakorolni, illetve megtanulni, amit valószínűleg így a közoktatásban nap mint nap, a sok egyéb tanóra mellett, ez is nagyon fontos, talán nem tudnának megtanulni. Itt nyáron nincs az iskola, tehát nincs az a leterheltség, ami nekik egész évben van, mert nagyon-nagyon sokat tanulnak a mai diákok is. Tehát itt most csak az angol van, vagy csak a német van, tehát tudnak erre koncentrálni. Az idei 50 táborozó között voltak visszajáró diákok, de akadtak olyanok is, akik most jártak a vajtai táborban először. Nekem ez itt az első alkalmam Vajtán, eddig nagyon tetszik a tábor, nagyon sok új embert ismertem meg, és nagyon sok mindent veszünk egy órán, de követhetően és mindig vissza lehet kérdezni, és így jól lehet haladni. Én már 4. alkalma vagyok itt a táborban, és legnagyobb részt a közösség miatt jöttem vissza mindig. Ez egy nagyon jó hangulatú tábor, az emberek is mind azért jönnek ide, hogy tanulhassanak, és mindenki célokkal jön ide, amit így az eddigi évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy mindig sikerül teljesíteniük. És szerintem nem csak a tanulás, de a szabadidő is egy nagyon jó hangulatban telik itt a táborba, szóval ezért is nagyon érdemes idejönni. A diákok minden nap több nyelvi órán vesznek részt, de persze vannak nagyobb szünetek, ahol pihenhetnek a nyári hőségben. A táborban nagyon jó a hangulat, a közösség miatt is szívesen járnak vissza a gyerekek. Úgy van, hogy fölkelünk reggel ilyen 7 és 8 között, és 8:30 így körülbelül meg kell reggelizni, vagy hát kényelmesen 9-kor kezdődnek az órák, minden óra másfél órás. Az első óra az ugye tart 10:30-ig, és 10:30-től 11 óráig van szabadidőnk, utána pedig következik egy másik óra, az 12:30-ig tart, onnan van egy ebédidőnk 13:30-ig, és 13:30-től tart az óra 15:00-ig, amikor van egy nagyszülete, ahol lehet kint fürdeni a medencében, és 15:00-tól egészen azt hiszem 17:30-ig van szabadidőnk, és 17:30-tól, jön a mocsát, 18:00-ig, és 18:00-tól pedig 19:30-ig pedig tart az utolsó óránk, és azután pedig szabadidőnk van, beszélgetünk általában, és lefekszünk 10 óra körül. Mindig 4 tanár, vagy 3 tanár, most az idén 3 tanár van, ebből egy magyar származású, vele inkább ilyen nyelvtani feladatokat csinálunk, ebben próbál nekünk segíteni, ugye magyarul könnyebben el tudja magyarázni, és most a másik 2, az egyik tanárnő Kanadába jött, vele is nagyon inkább beszélgetünk, feladatokat csinálunk, és ez nagyon sokat segít mind a különböző országoknak a kiejtését megtanulni, mint a kommunikációnk fejlesztésében, illetve egy másik tanárunk Amerikába jött, lehet látni a kultúráknak a különbségét is így, ebből szerintem nagyon sokat tudunk tanulni. Ez most már inkább ilyen szórakozás, illetve már így a nyaraim része ez a tábor, szóval emiatt is jöttem, meg a barátok miatt.
A táborban külföldi tanárok is foglalkoznak német és angolos csoportokkal. Mivel nem tudnak magyarul, a gyerekeknek muszáj a választott idegen nyelven kifejezni magukat. A nyelvtan mellett egy másik nyelv elsajátításánál az is nagyon fontos, hogy megmerjünk szólalni, használjuk például a németet vagy az angolt. A tanárokról azt kell tudni, azt gondolom, hogy a tábornak ez a fő kincse, hogy külföldről anyanyelvű tanárok vannak, tehát angolból, kanadai születésű, Egyesült Államokból, illetve Németországból. Ezek a tanárok általában nem nagyon tudnak magyarul, illetve egyáltalán nem tudnak, tehát akkor a gyerekek rákényszerülnek arra, hogy az adott idegen nyelven beszéljenek. Mi, akik magyar anyanyelvűek vagyunk, mi segítjük az előrehaladásukat. Tehát ennyit lehet tudni a tanári gárdáról. A gyerekekről annyit tudok mondani, hogy ez is változatos. Van, aki először van, az idén, például ebben az évben, én nagyon sok újonccal találkoztam, tehát először vannak itt, és egyre fiatalabbak. Tehát ilyen 13-14 éves korú gyerekek jönnek és tanulnak nagyon szorgalmasan, és akkor ennek eredményeképpen nyilván már így 8-ban tudnak egy nyelvvizsgát csinálni. Olyanok is vannak nyilván, akik már nem először vannak, 3-4-szer, meg az idén van egy olyan diákunk is, aki 5-5-ször. Tehát önmagában számomra ez egy ilyen megható dolog, hogy hosszú évek óta a nyári programjukat, tehát ehhez igazítják. A szülők már januárban kérdezik a dátumot, csak a gyerekek jönnek. A Nyitott Világ Alapítványnak évközben is vannak nyelvi kurzusai, így aki idegen nyelvet szeretne tanulni, nem kell nyárig várnia. A Bonyhádi Völgységi Múzeum két turnusban nyári élménytábort szervezett a gyermekeknek. Több színes program is várta őket, kézműveskedtek, voltak népi játékok, valamint meghívott előadók, kutatók, egyetemi tanárok tartottak előadásokat, illetve foglalkozásokat. A Marson egyébként nagyon hideg van, általában jóval 0 Celsius fok alatti a hőmérséklet, és legtöbbször meg van fagyva a víz, és csak ritkán olvad meg. A csillagászatról, a földről és a naprendszer bolygóiról tartottak előadást a Völgységi Múzeum nyári táborában. A gyerekek lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre, és aki helyesen tudta a választ, ő egy kis ajándékot kapott érte. Most pillanatnyilag a délelőtt első felében a csillagászat, aztán utána pedig a német tájház révén a néprajz. Tehát igyekszünk mindig egy kicsit változatos programokat összeállítani, hogy a gyerekek se ugyanak rá egy témára. Most egy csillagászati előadást hallgathatnak itt a hátom mögött, aztán majd ki fogunk menni és megnézzünk egy igazi távcsövet, megbeszéljük a működési elvét, ki is lehet próbálni. Ugye fényes nappal kérdés, hogy mit lehet látni egy távcsővel, majd meglátják a gyerekek és elmondják. Ezen az egész héten a Völgységi Múzeum második nyári gyermektáborát szervezzük meg, megint csak változatos programokkal. Ezen a héten 3 napot leszünk itt a Völgységi Múzeumban, és 2 pedig külső helyszíneken. Most Baját és Bátát látogatjuk meg a gyerekekkel, ez nekünk is 2 új helyszín, ide korábban még nem terveztünk túrát. Mai nap programja egy kis csillagászat, kézműveskedés, majd elmegyünk a Német Nemzetiségi Tájházba, ugyanis Bonyhád németség betelepítésének 300. évfordulóját ünnepeljük az idei évben, emellett készítünk egy konferenciát, egy időszaki kiállítást, illetve a gyerekeknek is igyekezzük ezeket a hagyományokat kihangsúlyozni, illetve minden aktuális hagyományra felhívni a figyelmüket évfordulókra. Ezt követően szokásos gazdag programmal készül a múzeum, amit a Völgységi Múzeum kollégái, különösen Merkovics és Stefán Klára állítottak össze. Rengeteg kézműveskedés lesz, rengeteg vendéget fogadunk, különféle hagyományápoló, illetve természettudományos programok váltogatják egymást. Mindkét táborunkban 20-20 gyermek jelentkezett. Általános iskola alsó évfolyam, ugye itt 5. és 6. illetve az előző táborunkban voltak már végzősök is. Tehát így igyekszünk mindig az általános iskolás korosztályt megszólítani. Az utóbbi években már, amint meghirdettük, azonnal beteltek a jelentkezési helyek, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy igény az van rá, és igyekszünk a következő években is ennek megfelelni. A szerdai napon élménydús és kreatív elfoglaltsággal várták a gyerkőcöket, amelyről Jerkovics és Stefán Klára adott tájékoztatást. A Völgységi Múzeum már évek óta szervezi a gyerekek számára a nyári élménytábort, és mindig az a fő célunk, hogy történeti, régészeti, néprajzi és természettudományos programokkal várjuk a gyerekeket tematikusan.
Minden napra kitaláltunk valamit, ami vegyítve van néprajzzal, törivel és egy kicsi természettudománnyal, külső partnerekkel is dolgozunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, meg a kézműves foglalkozásokra. Mai napon gyógynövényekkel ismerkednek, aztán egyik kollégánknak a távíró gyűjteményét próbálhatják ki, velünk van ma foltozóból, paksról, Szilvi és Laci, akikvel rönkrókát festenek, és az egészségfejlesztési iroda érkezik, még házi fagyi készül, aztán Pécsről a természettudományi karról megérkezik a Chem Hackers csapata, egy kis robbantgatás, kémia, vegyészet. A gyerekek kreatívan elfoglalták magukat, hiszen akrilfesték használatával készítettek maguknak egy rókát, amelyet a nap végén haza is vittek. Egy mini fatörzset készítettek elő foltozó Szilviék, és ezt akrilfestékkel fogják befesteni a gyerekek, illetve díszítik filcanyagokkal. És közben pedig a természettudományos jelentőségét, a rókák élővilágát is megismerhetik Szilvi elbeszélésében. A gyerekek rendkívül fogékonyak az új ismeretek elsajátítására, így játékos formában tanultak az egészségfejlesztésről. Nagyon fontos, hogy ugye természetes alapanyagokból készült ételeket fogyasszanak a gyerekek, és ha tehetik, akkor helyi termékeket részesítsék előnyben, vagy akár otthon maguk is termelnek családdal, és tudjanak egy-két olyan trükköt, amivel magukat is kényeztethetik a nyár folyamán, ezért választottuk most a házi fagyi készítést. Nagyon sok olyan diákunk van, aki visszatérő, hogyha nagymamánál nyaral, akkor nagymama előszeretettel mondja azt, hogy válasszanak minket erre a hétre, és akkor élménydús nyarat biztosítunk nekik. Olyan jó a kapcsolat a partnerintézményeinkkel, hogy előre egyeztetünk, hogy ki mikor szervezi a tábor, de tematikájában olyan nagyon eltérő táborokról beszélünk, így mindenkinek az igényeit igyekszik a város kielégíteni nyáron a gyerekekét főként. Jövőre is két táborral szeretnénk készülni, de egész évben nagyon interaktív programokkal várjuk az iskolákat is, családokat is, meg hát a felnőtt közönségnek is szeretnénk kedvezni. Új kiállításunk is nyílik októberben. Mindig az a fő cél, hogy ugye mi nem csak egy telephelyen működünk, hanem a városban 4 telephelyünk van, amelyeket igyekszünk megismertetni velük. Pénteken például pont az Óvoda Múzeumban fogunk ellátogatni a reggeli órákba, de a Tűzoltó Múzeumban, ahol most a Néprajzi Múzeum kiállítása is megtekinthető, azt is már felfedezték, nálunk pedig kótfejtős játékkal kecsegtetünk, hogy megismerhessék a tárlatainkat. A mai napon akácfarönköket hoztunk a gyerekeknek, és akkor ezt ők fogják kifesteni, illetve füleket ragasztani, és ilyen kis rókák lesznek belőle. Most barkácsolást hoztunk a gyerekeknek, jó munkakapcsolatot ápolunk a Völgységi Múzeummal, és mi olyan játékokat szoktunk hozni, illetve olyan barkácsolásokat szoktunk, amit máshol nem igazán szoktak megtalálni. Nagyon szeretjük a természetes anyagokat, nagyon szeretjük az újrahasznosítást, és minden barkácsolásunkat e köré szoktuk felfűzni. Én nagyon szeretem azt, hogyha játszva taníthatjuk a gyerekeket, felkarolom a kérdéseiket, vannak ötleteik, vannak tapasztalataik, ezeket megbeszéljük, és próbálunk a játék folyamán minél több ismeretet átadni a természetről is. Mivel hogy a hosszú idő, amíg elkészül egy róka, ezért van idő közben beszélgetni, és akkor megbeszéljük azt, hogy mi az, amit tanultak, illetve milyen tapasztalatuk van, láttak-e már, illetve vannak olyan dolgok, amik tévesen vannak a köztudatban, akkor ezeket kijavítjuk, és megpróbálunk minél több ismeretet játékosan átadni a gyerekeknek. Nagyon szeretik a természetet, nagyon sok ismeretük van, bár igaziból az a tapasztalat, hogy a David Attenborough és az afrikai állatvilágról sokkal többet tudnak, mint a hazai fajokról, úgyhogy próbáljuk azért ezeket pótolni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megismerjék a hazánkban élő állatokat, növényeket, gombákat, mert minél többet tud róla, annál jobban megszereti a természetet, és hogyha szereti, akkor már védeni is fogja. Bonyhádi rendezvényeken is gyakran felbukkanunk, különböző játékparkjaink vannak, a múzeumok éjszakáján, a múzeumban, illetve a könyvfesztiválon is szoktunk játékokat hozni. Az iskolások izgatottan meséltek a táborban szerzett élményeikről. Kötöttünk, meg ilyenek. Itt nagyon izgalmas minden, és kedvesek a nénik, bácsik. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a mama mesélt róla, hogy mik lesznek, és ezért mondtam, hogy én is el akarok jönni. És mit csinálsz most? Festek. És mit festek? Rókát. És szereted a rókát? Aha. És miért? Mert szép narancssárga.
A múzeum munkatársa igyekeztek minden napot élménydúsá varázsolni a tanulóknak. A tábort népszerűsítette az is, hogy a jelentkezők közül voltak olyanok is, akik már másodjára jöttek el. 104 társasjáték tulajdonosa, a Társasjátékvár Egyesület alapítója és vezetője. Nagy Zoltán János mutatta be nekünk a táblás játékok világát és szervezetüket. Minden játékosnak az a feladat, hogy minél több pontot szerezzen, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy lapkákat fogunk majd a saját kis birtokunkra lehelyezni, ami ugye ez, és ehhez, hogy le tudjuk helyezni, minden egyes körben fogunk dobni a kockákkal. És a kockák kiadnak bizonyos értékeket, és miután dobtunk a kockával, akkor meg tudjuk állapítani, hogy milyen akciót hajtottunk végre. Már gyerekkoromban is nagyon szerettem társasjátékozni. Édesanyám, édesapám, a testvéremmel játszottam nagyon sokat, de aztán így, ahogy így növekedtem, így ez abba maradt, és nem jutottunk odáig, hogy játszunk. De így az érdeklődésem is teljesen megszűnt ebben az irányban. Viszont eljött ez a ezelőtti 4-5 év, és azt gondoltam, hogy jó lenne megint feleleveníteni. És elsősorban ez a gyermekemnek a megszületését követő pár év, amikor már ő is nagyobb lett, és igényeltük esetleg azt, hogy játszunk együtt. És ezért sokszor előfordult, hogy böngésztem az internetet, most neki milyen társasjátékot érdemes esetleg vásárolni. Nagyon sok fórum már kialakult erre, akkor észrevettem, hogy rengeteg ugyanúgy társasjátékkal foglalkozó klub, egyesület már akkor is létezett, ezelőtt 4-5 éve. És sikerült odáig eljutnunk, hogy az egyik kedves ismerősömmel úgy döntöttünk, hogy megszervezünk egy ilyen programot, gyakorlatilag egy időpontban, hogy összejövünk páran és játszunk egyet. Ez itt volt a Magház épületében 2021-ben, amikor a Covid ütötte fel a fejét. És ilyen vicces ez így belegondolni, hogy akkor akartunk közösséget építeni, amikor legnagyobb bezárás került napirendre, de sikerült elindítanunk egy ilyen magot, először ilyen 4-5-6 főből álló csoportot, és ez volt 2021-ben, és ezután, ezt követően sikerült addig eljussunk, hogy már egy 10-15 emberrel összejöttünk havonta egyszer játszani, és ezután már afele kezdtem gondolkodni, hogy akkor lehet, hogy ebből lehetne egy egyesületét is csinálni. Így született meg az ötlet, és 2 éve, már 2,5 éve alakultunk meg, mint egyesület. Most idén márciusban volt 2 éve. Még csak havonta egyszer találkozunk, és általában szombatonként a Tornai Martinek házban, vagy már sikerült odáig eljutnunk, hogy a Tornai Kulturális Központ biztosít nekünk egy termet itt fönt a Lovarda épületében, és ott egy 15-20 fő teljes mértékben elfér. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki odajöhet. És bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél,
mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozás népszerűsítsük. És ezáltal egy kicsi életet vinni a mai fiatalok életében, mert ugye nagyon sokszor hallani azt, hogy a fiatalok csak számítógépeznek, mobiltelefonoznak, és ez talán egy kicsit interaktívabb program lehet számítani is. Az életkort nem tartom jó ötletnek korlátozni, viszont valamilyen szinten szükséges, mert egy kor előtt azért szükséges esetleg a szülőnek a jelenléte a gyermeknél. Nem feltétlenül fogad el tőlünk olyan javaslatokat a játékban, vagy bármit, amit esetleg még otthon a családban. Igen. Mi személy szerint a társasjátékos alkalmakkor nem korlátozzuk a gyermekek, vagy hát az életkort. Pontosan ezért, mert úgy vagyunk vele, hogy sőt ez is a tapasztalat, hogy akik jönnek kisgyerekkel, jön az anyuka, vagy apuka is. Összességében a társasjátékokat három nagy csoportra oszthatjuk, hogyha arról a társasjátékozásról beszélünk, amikor leülünk az asztalhoz és előveszünk egy táblát, és játszunk. Most egy táblát, nem biztos, hogy táblát, de valamit magunk előtt egy dobozból is játszunk. Vannak kooperatív társasjátékok, ez azt jelenti, hogy együttműködésen alapulnak. Az egész asztalnál ülő társaság vagy nyer, vagy veszít. És mindenki ugyanazért a célért dolgozik. Ez az első. A második csoport az a kompetitív társasjáték, amikor pont gyűjtögetés zajlik. Minden egyes asztalnál lévő játékos a saját pontjait gyűjtögeti, és a végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. És van a harmadik csoport, az a konfrontatív, ugye benne van a nevében is, hogy erősen konfrontálódnak a játékosok egymással. Itt már azért olyan játékosok játsszák ezt, akik már nem először játszanak, és van benne tapasztalatuk abban, hogy mit jelent az, hogy konfrontálódok a másikkal. Ugye nem mindenki viseli el a vereséget, nem mindenki tudja ezt megfelelően kezelni. Ez a három csoport van, és ezen kívül vannak olyan társasjátékok, amik nagyobb volumenűek, vagy regény alapúak, ugye ezek a képregényen alapuló RPG játékok, úgynevezett RPG játékok. Talán régen volt ez a Kalandor. Van egy mesélő, és akkor a mesélő egy, vagy saját maga generál egy történetet, mert annyira magabiztosan már érti ezeknek a társadalmi lényegét, és kitalál különböző szerepeket, vagy egy meghatározott, akár könyv, akár bármilyen vezérfonal alapján ő elmesél egy történetet, és ebbe a társasjátékos résztvevők pedig kapcsolódnak, valaki egy varázslóként, valaki a rossz gonoszként, és gyakorlatilag így a történetmesélő végigvezeti őket egy történeten, mint hogyha egy film lenne. Minden korosztálynak így nagyjából itt megtalálható társasjátékok, mind abból a három kategóriából is, amit említettem, tehát kooperatív, kompetitív és konfrontatív. Különösen bonyolult társasjátékoknak az a feltétele, hogy az ember már játszott hasonlóval. Ugye nagyon fontos a társasjátékozásban, és azért is fontosak ezek a közösségi alkalmak, amikor játszunk a városi rendezvényeken, hogy belépő szintű társasjátékokat javaslunk. Azokkal pár szabály, nagyon könnyű elmagyarázni, és utána már azonnal lehet játszani. És a játékos azzal találkozik szembe, hogy jól érzi magát, és nem azzal, hogy fél óráig keresztül ül az asztalnál és hallgatja a játékszabályt. Valaki képes rá, nyilván, meg aki már úgymond felnőttebb, de egy gyermeknek mindenképpen fel kell építeni ezt a rendszer gyakorlatilag. És igen, tehát ezeknél a nagy volumenű játékoknál fontos az, hogy valaki már játszott hasonlóval, és ezek után képes befogadni annak a szabályát. De tehát hallani olyas valakiket is, így a környezetünkben, akik egy bizonyos játékkal játszanak hónapokon keresztül. De tehát nyilván ezek a mesélős játékok elsősorban, viszont van olyan társasjáték, amivel mondjuk 3-4-5 órát játszanak,
és akkor lesz vége, de valaki ezzel játszik, akár tényleg hónapon keresztül, mindig ugyanazzal. Változatosak ezek a társasjátékok, mert mindig más a kimenetele, mindig lehet benne újat találni, és ezért is jók ezek. Ezen a sávon látható az, hogy milyen magas van a repülő, ezen pedig az, hogy a maga a kifutópálya, ami ezt szimbolizálja a kifutópályát, az milyen közel van. Népszerű játék manapság a légitársaság, amiben két személy játszik egy közös cél elérésének érdekében, ugyanis együtt kell landolni gépükkel. És ezeket a kockákkal mindenki titokban, azért is van itt az a kis paraván, titokban dob a kockákkal, és miután a kockadobás megtörtént, már nem kommunikálhatnak a játékosok, és a megfelelő helyre le kell pakolgatni a kockákat, tehát például ki kell nyitni a fékszárnyat, növelni kell a hajtóerőt. Az Egyesület idén nyáron megtartja a második Dél-Dunántúli Társasjáték Klub találkozót, ahol kapcsolatot építhetnek hasonló egyesületekkel, klubokkal. Bemutathatják egymásnak az újdonságokat, tapasztalatot cserélhetnek és kikapcsolódhatnak a táblás játékok által. Szeretnének ebből egy hagyományt kialakítani. Nagyon sokszor gondolkodtunk arra, hogy hogy lehetne a környéken népszerűsíteni ezt a műfajt. És arra jutottam, így kutakodtam az internet segítségével, ismerősök által, hogy a térképet, ha Magyarország térképet elképzeljük, akkor a dél-dunántúli régió, az a Pécs, talán Pécs kivételével elveszik a társasjátékos mezőnyben, úgymond. Inkább a budapesti, Duna-Tisza köze, ami így nagyon társasjátékos, társasjátékokkal foglalkozik, ott sűrűn előfordulnak azért egyesületek és klubok is, de ez a régió itt a környékünkön nem. És ezért is gondoltunk egy nagyot, és tavaly évben megrendeztük az első dél-dunántúli társasjátékos klub találkozót. Ez annyit akar, hogy meghívtunk klubokat, egyesületeket, feltörekvő szervezeteket. Összesen 6-7 szervezet jött el, és körülbelül 60-65-en voltunk. Ezt elég nagy eredménynek tudhatjuk be, legalábbis mi annak gondoltuk, mert a visszajelzések is nagyon jók voltak, megpróbáltuk színvonalasan megszervezni, és úgy gondolom, hogy sikerült is. Havonta egy találkozón kívül pedig részt veszünk különböző városi rendezvényeken. Ott érvényesül szerintem igazából az egyesületnek a lényege. Ugyanis ott kiülünk játékokkal, és bárki oda jöhet. És bárkit meg tudunk ismertetni játékokkal. És számunkra ez is lenne a cél. Mivel az egyesület célja, elsősorban a célja, hogy a társasjátékokat és a társasjátékozás népszerűsítsük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatej Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!